Sziasztok! Ebben a rövid videóban a jagd terrierről, vagyis a német vadász terrierről lesz szó. Ha többet szeretnétek megtudni erről a fajtáról, kattintsatok a videó alatti URL címre, amit itt fent a videó jobb felső sarkában is láthattok. Kezdjük egy rövid összefoglalással. A kutya neve tehát jagd terrier, magyarul német vadász terrier. A származási helye egyértelmű Németország. Eredeti feladat a vadászkutya. A marmagassága 33-40 cm között mozog, testsúlya 7-12 kg közötti. A várható alomszám 5-6 kölyök, míg várható élettartama 10-15 év. A nemzetközi szervezetek elismerik ezt a fajtát. A kutyát német vadászok tenyésztették ki az 1930-as években. Céljuk az volt, hogy egy olyan kutyát tenyészenek ki, amely föld alatti, üregi és föld feletti munkára egyaránt jól alkalmas. Ehhez az angol fekete-vörös szálkás szűrű terriert vették alapul, fox terrierekkel keresztezték. Így alakult ki egy sokoldalú, viszonylag kisméretű, de igen erőteljes és rendkívül fogós újfajta. A jagd terrier a II. Világháború után népszerű lett a magyar vadászok körében is. Száma Magyarországon egyre nő. Színe tehát fekete-vörös, vagy barna szegéllyel vörös, de lehet vörös, sárgás-vörös is. A szőrzete sűrű, durva, szálkás. Alacsony kutya, ugyanakkor arányos, izomzatú, erőteljes megjelenésű. Állkapcsa is erős. Ollós harapása van. A farka felfelé áll, kunkorítani szokták. Végtagjai rövidebbek, mint a foxié, de erős csontozatúak, izmosak. A német vadászterrier bátor, harcias, lelkes és mozgékony. Vadász ösztöne igen erős, a kitartása figyelemre méltó. Szereti a hangját hallatni, de nem ugat túl sokat. Kiváló őrkutya. Maga biztos, nem hagyja magát megfélemlíteni. Igazi terrier. Nagyon szereti gazdáját és családját is. Jól kijön a gyerekekkel, persze, ha azok nem bosszantják. Fejlett vadász ösztöne miatt macskákkal, házi állatokkal nem tartható együtt. Bár a szocializáció némileg segíthet ezen a téren. Más kutyákkal szemben viselkedhet dominánsként. Ha idegenekkel találkozik, eleinte óvatos, de hamar feloldódik, nem lesz agresszív. Ezt a kutyafajtát is, mint a legtöbbet, következetesen és határozottan kell nevelni, így lesz eléggé engedelmes. Egy esetben nehéz neki parancsolni, ha zsákmányt üldöz. Akár vélt vagy valós zsákmányról van szó, hajlamos úgy tenni, mintha süket lenne. A német vadászterriert ezért soha ne sétáltassuk póráz nélkül. Húst, növényi táplálékot egyaránt kell lennie minden kutyának. Ezt természetesen a mai jó minőségű tápok már nagy mértékben kielégítik. Mivel igazi munkakutya, a jagd terriernek kicsi az esélye az elhízásra. Annál inkább sok mozgásra és elfoglaltságra van szüksége. Minden játékban benne van. Labdázik, aportírozik, úszik, hancúroz. Mint már említettük, póráz nélkül nem ajánlott sétáltatni. A jagd terrier mindenes vadászkutya. Abszolút munkára született. A fajtát szinte kizárólag vadászkutyaként tartják. Tulajdonosai ezért kivétel nélkül vadászok, akik szigorúan megválogatják, hogy kinek adják oda ennek az értékes fajtának a kölykeit. Ezért igen nehéz ebből a fajtából egy-egy példányhoz jutni azoknak, akik vadászkörökön kívül állnak. De néhányan tartják kettelésből is. Kérjük, ha tetszett a videó, lájkold és oszd meg barátaiddal is. Ha van kérdésed, hozzászólásod, írd meg nekünk a videó alatt. Köszönjük!